Jó estét kívánok! Egy olyan napon beszélgetünk itt Ceglédi Zoltán és Lakner Zoltán, amikor egy hét múlva kezdődik az előválasztás Budapesten. Kettő, egy videónak hátra mindenki láthatta Mészáros Lőrincet AC/DC-t gitározni. Azért ez is egy történelmi pillanat bizonyos szempontból. Szóval abban is egy témán volt. Igen, voltak ilyen kommentárok, hogy úgy tett, mint az üzleti életben, mintha. Na, de mi az előválasztásról fogunk azért inkább beszélgetni, mert hogy ez bizonyos szempontból többeket érdekel. Itt a bejátszóban is gyakorlatilag elég röviden összefoglalható az, ahol most tartunk. Először, amikor kiderült, hogy új jelöltek vannak, akkor szinte mindenki örült annak, hogy itt most van valódi tét, valódi választék és választási lehetőség, és utána jött ez a kivert át kit játék, ami hát nyilván nem tett jót egyik résztvevőnek sem. Akkor mi a tétje ennek a vitának most? Az a része nyilván hasznos, hogy ez nem egy ilyen egy azon párton belüli megegyezésnek a választók általi szentesítése az előválasztás, hanem hogy itt több párt jelölteket állít, és a jelöltek közül választhatnak a választópolgárok, ha az előválasztást, mint intézményt komolyan veszik. A vita, ugye, amivel kapcsolatosan maguk az érintett politikusok mondják azt, hogy hát ennek a vitának nincs jelentőség, és abba kellene hagyni, mint hogyha ezt nem ők csinálták volna. Az szerintem azért lényeges, mert sokat elárul két olyan dologról, ami a választók számára fontos információ, a jelöltek és az őket támogató pártok szavahihetőségéről és alkalmasságáról. Ugye itt a felvezetőben is lehetett hallani arról, hogy Gyurcsány Ferenc most éppen, vagy azt hiszem az egy héttel ezelőtt készült, most megjelent interjúban szerepel az ő balgasága, tehát a Gréci Zsolt Karácsony Gergely szerződésszegését említette. Ugye ezekkel az a probléma, ezekkel a verziókkal, hogyha a DK egy szerződésszegés miatt farolt ki Karácsony Gergely mögül, akkor nehezen értető, hogy május 27-én ezt miért nem fedezték még föl. Ha meg Gyurcsány Ferenc balgasága az oka ennek, akkor meg nem a szerződésszegés, hanem egy politikai vélemény megváltozása a probléma. A másik pedig, ugye, amikor Karácsony Gergely... Még legitim. A másik dolog, még ezt fontos talán hozzátenni, a másik dolog meg, hogy micsoda szerződés? Tehát, hogy az EP választást követően 10 nappal kiderül, hogy január 25-én volt valamilyen megállapodás, amiről a mai napig nem tudjuk, hogy kinek a felhatalmazásával, kinek a jóváhagyásával, kinek a tudtával, milyen pártestület beleegyezésével született ez a megállapodás, amely megállapodás és az alkalmasságot érinti, arról szól, hogy az MSZP Párbeszéd, mint politikai szövetség vezető személyisége vállalja, hogy ő nem vesz részt az év egyik legfontosabb politikai eseményének a menetében, illetve a kampányban magában. Én azt gondolom, hogy ez egy elképesztően rossz politikai megállapodás, én nem volnék nyugodt, hogyha ilyen minőségű megállapodásokat kötne mondjuk a város vezetőjeként, nem állítom, hogy csak ilyet kötne, de szerintem ez egy nagyon rossz megállapodás. Most innentől kezdve van az, amit az előbb mondtam, hogy itt a szavahihetőség és az alkalmasság kérdése forog kockán, miközben, csak tényleg hagyom az Zolit beszélni, miközben én egyébként azt gondolom, és a választás eredményét látva május 26-án este is már azt gondoltam, hogy az előválasztásra vonatkozó, illetve az önkormányzati választásra vonatkozó megegyezések egyszerűen nem maradhatnak úgy, és már áprilisban mondtuk egy csomóan, hogy tulajdonképpen miért is kell most megállapodást kötni, amikor tudjuk, hogy lesz egy választás, és megváltozhatnak az erőviszonyok, és nem látjuk azt, hogy olyan őrült kampány elkezdődött volna, mert ugye ez volt az indok, hogy akkor hamar el tudnak kezdeni kampányolni. Tehát magával azzal, hogy itt új jelöltek lépnek be, és máshogy állnak hozzá a pártok a viszonyok, az ezt értem, csak nem tudom, miért nem lehet egyszerűen annyit mondani, hogy megváltozott a helyzet, más döntéseket hozunk, miért kell lehazugozni mondjuk a fél magyar sajtót, amely semmi más nem tesz, mint elemzi azt a helyzetet, ami most kialakult, és a szereplőknek a változékony nyilatkozatait. Igen, ez egyéb, akkor innen folytatom. Ez egy nagyon érdekes helyzet, hogy az előválasztás, mint innováció, az ugye azzal a felvezetéssel került elénk, hogy mostantól nem füstös szobákban, titokban fognak megállapodni a politikusok. Ha jól értem, a karácsony szerződés az ennek is egy minősített esete, nem hogy füstös szobákban, hanem Gyurcsány Ferenccel titokban e-mailezve próbált megállapodni arról, hogy már az előválasztáson se indítsanak rá másik jelöltet. Ami az előválasztás intézményének a megcsúfolása egyébként, azért akartak előválasztást, hogy most derüljön ki, hogy kinek van a legnagyobb támogatottsága az ellenzékben, és ő lesz majd utána a közös jelölt, mert muszáj összefogni,
Ő lesz a közös jelölt, aki majd elindul a Tarlós Istvánnal szemben. Én szerintem Karácsony Gergelynek igazat adva, az embereknek valószínűleg elege van már a titkos szerződésekből, itt hivatkoznék meg egy másik titkos szerződést. Tavaly szinte ugyanekkor Karácsony Gergely egy másik titkos szerződésétől volt hangos a sajtó. Ugye a Párbeszéd frakcióból kilépett Bő Szanett is elmondta, hogy őket meglepő módon átvágták, amennyiben 60 millió forintot ígértek nekik az MSZP Párbeszéd frakció támogatásából, és meg lehet nézni, direkt megnéztem adás előtt, tavaly május 22-én ebben a székben ül Karácsony Gergely, megkérdezi tőle Róna Jágon, hogy de miért gondolja Fodor Gábor, hogy neki jár ez a pénz? És Karácsony Gergely azt mondja, hogy hát biztos van valami oka, hogy ezt gondolja, bár ennek még nem sikerült a végére járni. Aztán kiderült, hogy ez az ok egy Karácsony Gergely által aláírt másik titkos szerződés volt, amit Molnár Gyulával és Fodor Gáborral kötött. Molnár Gyula ebbe belebukott, Bangóné még a párból is ki akarta záratni, azóta ez elég vicces fordulatot vett. Fodor Gábor pedig azóta nem láttuk röviden, hogyha az előválasztás, mint innováció az arra szolgálna, hogy derüljön ki a legalkalmasabb, akkor a karácsonyféle titkos szerződésekkel most már valószínűleg le kéne állni, utolsó megjegyzésem, amire egyetlen szocialista politikus sem válaszol, és ma se fog, tudnak-e egyáltalán akár a Párbeszéd, akár a szocialista párt részéről előzetesen ezekről a titkos szerződésekről. Tudta Jávor Benedek, hogy őt a barátja egyébként eladta egy DK-s előválasztási jelölésért. Ez egy olyan dologhoz is visszakapcsolódik, bocsánat, egyetlen mondat, amiről már többször beszéltünk ebben a stúdióban, hogy meddig lehet arra hivatkozni ellenzéki oldalon, hogy nincsen más érdek, mint a Fidesz legyőzése, és meddig engedik a választók magukat abba belezsarolni, hogy erre hivatkozva minden ilyen dolgot elnézzenek az ellenzéki politikusoknak, akiknek pedig éppen a fővárosban módjuk volna arra, hogy felelős politizálással valódi többséget hozzanak létre a Fidesszel szemben, ennek emelnie kéne a politizálás színvonalát, és nem arra való lehetőséget kellene látni benne, hogy bármit meg lehet csinálni a választókkal. Mert itt a választókat csapták be, engem különösebben, hogy mondjam, állampolgárként kevésbé érdekel, hogy üzengetnek egymásnak a politikusok, alapvető információkat hallgattak el a választók. Igen, de azért a választó valószínűleg nem 0-24 órában úgy nézi a híreket, ahogy mi nézzük, nem biztos, hogy ezeket az összefüggéseket összerakja. Hát ezért vagyunk itt. Igen, de előttetek itt volt, nem tudom, egy másfél órával a Naphíres stúdiójában Böskei Balázs, aki konkrétan azt mondta, hogy szerinte, idézem, kár morális szempontokat számon kérni a politikán, mert az egy teljesen másfél. Hát akkor marad Mészáros Lőrinc légitározása. Akkor miért akarjuk leváltani a Fideszt? Tehát ugye én nekem az egész elvtelen összefogósdival az szokott lenni a fő problémám, hogy ez a minden mindegy, fogjunk össze, fogjuk be az orrunkat, akkor azt sem fogjuk érezni, hogy a Fidesz mitől büdös. Tehát ez egy alapvető probléma. Nem kapsz levegőt. Így van, meg lehet fulladni egy idő után, morálisan ezzel elképesztően sok baj van, és csak még egy dolog, igenis foglalkoznak ezzel a szavazók. Az európai parlamenti választás végeredménye azt mutatta, hogy azok a pártok törtek előre, akik mertek valamit mondani, akik függetlenek, önállóak voltak, és azt mondták, hogy kockáztatok, és azok vesztettek rajta, akik meg azt kínálták az embereknek, amiről te beszélsz, a zsarolást, hogy mi vagyunk a közös lista, mi összefogtunk, mi vagyunk a nem Fidesz, szavazz ide. Erre ment rá Jávor Benedek politikai karrierje, és erre próbál Karácsony Gergely appellálni, aki majdnem annyi ideje pártelnök, mint Gyurcsány Ferenc, de vele ellentétben egyszer nem indított el még a pártját egyedül egyetlen megméretetésen sem, mindig bezsarolja jellemzően az MSZP-t, ami van elég balek ahhoz, hogy ennek bedőljön, hogy akkor őt tegye a megfelelő helyre. Mindebből akkor az következik, amit még az elején kérdeztem, hogy a kétféle DK-s indoklásból, ugye az egyik az volt időrendben is az első, amit Gyurcsány Ferenc igen mondott itt bő egy hete, hogy egyszerűen megváltozott a politikai helyzet, és hogy ő azt érezte, hogy Karácsony Gergely mögül kiment az erő, és hogy most van lehetőség fordítani, hogy ez egy legitim érvelés, és ezután nem értitek, hogy miért jött be a másik érvelés a megállapodás felrúgásával kapcsolatban? Hát az én számomra a legitim érvelés, nyilván ennek a lejátszásán lehet vitatkozni, hogy ki mennyi idő alatt, vagy mennyi idővel a bejelentést megelőzően tájékoztatta a másikat, vagy hogy amikor az első telefonhívás bekövetkezett, akkor pontosan ugye a döntés, vagy a döntés várhatóságot ecsetelte, vagy amikor ez a telefonhívás, ugye, mert azt mondja a DK, hogy nem 8 perccel a bejelentés előtt, hanem 6 nappal korábban volt már ilyen hívás. Ugye az a különbség, ha jól értem, hogy a személy nem volt meg, az, vagy hát nem igen, közölték, igen. Az elnökség se bólintott rá, de a váltás szándéka az már megvolt. Igen, kétségtelen tény, ugyanakkor akkor hogy jön a képbe ez a szabályszegés történet, mert akkor ugye nem erről beszélünk, akkor megint csak nem értem, hogy miért kell az úgymond politikai szövetségest, meg az ezzel foglalkozó médiát is lehazugozni egy olyan szerződést számon kérve, amit ugye a média nem ismerhetett.
Egyébként erre tényleg az lenne a megoldás, hogyha legközelebb valamit megbeszélnek, akkor azt szerintem közöljék velünk, hogy akkor Karácsony Gergely nem elfelejtett kampányolni, hanem ő a főpolgármesteri előválasztás érdekében a saját pártja és barátja melletti kampányról lemondott, tehát ő direkt van csöndben, mert ő szeretné, hogy a DK őt támogassa, tehát ne kérje senki számon ezt rajta, és onnantól kezdve nem lehetett volna utólag azon vitatkozni, hogy mi a megállapodás. Jó, valószínűleg ez a vita most azért már lecsengőben van. Azt és... csak hiszed. Hát maguk alatt ássák a vermet, hogyha nem, vagy jó, meglátjuk. Ezzel fognak még foglalkozni. Úgy fogalmaztál egy publicisztikában, hogy inkább a versengés komolyságának megmentésével volna érdemes foglalkozni. Mi múlik mostantól a versengés komolysága? Például ez ilyenkor mindig egy mantra, hogy számon kérjük a programot. Ami mondjuk most lehet, hogy sokaknak meglepetés, hogy Puzsér Robert ugye ma nyilvánosságra hozta, és majd lesz egy hivatalos programbemutató is. Egy 150 oldalas, én nem vagyok szakértője semmilyen szociálpolitikai, gazdasági témának, de láthatóan nagyon alapos és nagyon szakértőkkel végig kidolgozott programot, ami, hát hogyha a program szempontjából nézzük a versenyeket, a versenyt, akkor lehet, hogy meglephette a többieket, nem? Őt viszont nem, tekintve, hogy neki volt egy szerintem hibás premisszája, és azt mostanra sikerült korrigálnia. Ő azt a, elnézést, hogy így fogalmazok, ezt neki is elmondtam személyesen, azért merem ezt mondani, ő azt a baromságot próbálta meg összerakni, hogy az LMP-ből, ami épp most szűnik meg, és a Jobbikból, ami összetöpörödött és nincs identitása, ezt az igét használom, hogy megképez egy nemzeti centrumot, ami egy baromság volt, ez mostanra bebizonyosodott, az EP választás erre is választ adott. Ám de ennek fejében ő megpróbált budapesti ügyekkel foglalkozni, és mivel éppen nem kell azzal foglalkozni, hogy ki milyen e-mailes szerződést szegett meg, ellenben végig tud menni azon, egyébként a Puzsér tud dolgozni, ezt most elmondanám. Tehát, hogy ő egyébként képes arra, hogy dolgozzon, ezt nem mind, a történetünk nem minden szereplőiről lehet ugyanígy elmondani. Akik mögött viszont vannak pártok, meg stábok is egyébként. Amik viszont azon dolgoznak, hogy ezeket az üzengetést, meg az ide beszervezést intézzék el, és ne pedig a programírást. Szóval, hogy ez ennek fejében viszont ő írt egy programot, amit mindenkinek ajánlanék, mert de az emberek szoktak programot olvasni, ha abban van valami, meg hogyha nem vonják vissza egyébként azokat a programokat élő adásban. A kérdésedre válaszolva, ez is része ennek természetesen, szóval én azt gondolom, hogy az ellenzék általában véve a komolyan vehetőségért kell, hogy küzdjünk. De ugye egy olyan politikai rendszerben élünk, ahol egyáltalán az bizonyításra szorul, hogy választáson sikert lehet elérni. A választási siker elérhetőségének a bizonyítása az pedig arra épül, ami viszont innentől kezdve szerintem nem annyira misztikus. Szóval igen, az, hogy legyen egy politikusnak, illetve egy politikai pártnak legyenek értékei mondjuk. Az értékekből képezze le politikai nézeteket, abból képezze le olyan politikai programokat, amelyekből konkrét ígéretek adódnak. Hogy építsenek fel kemény, nehéz munkával egy politikusi személyiséget, amit nyilván sokkal több pénzből sokkal könnyebb csinálni, de sok pénzből is el lehet rontani, és kevés pénzből is jól meg lehet tenni. Hogy legyenek, amire az előbb utaltam, szavahihetőek. Hogy tudjanak alkalmazkodni változó helyzetekhez, de képesek legyenek menedzselni ezeket a változásokat, és hát, hogy ugye mindezek alapján alkalmasnak bizonyuljanak egy politikai szerepre. És aztán ez egy külön kérdés, és ugye ez nincs kipróbálva, és ezt szeretném mondani, ez nincs kipróbálva az elmúlt 9 évben, hogy mi van akkor, ha egy olyan ellenzék létezik, amely ezekkel a vonásokkal rendelkezik, és versenyhelyzetbe kerül, nem 35% pontos közelségvel, hanem versenyhelyzetbe kerül a Fideszhez képest. Nem tudjuk, mit csinál akkor a Fidesz, lehet, hogy a Fidesz sokkal rosszabb dologra kezdene készülni akkor, ha ilyen versenyhelyzet kialakulna, de az ellenzéknek is sokkal több hivatkozása lenne arra, hogy neki joga van kihívnia a Fideszt egy ilyen szituációban. Pont ezt akartam kérdezni, hogy arra most már nem lesz időnk, hogy megnézzük, hogy a bölcsek tanácsa, néppárti bölcsek tanácsának mit írt Orbán Viktor, de az feltűnő, hogy most a Fidesz úgy jegeli ezt az egész témát, tehát, hogy tudjuk, hogy milyen, amikor karaktergyilkolni akar a Fidesz, most nagyon nem nyúl hozzá egyik jelölthöz sem, és az egész Budapest témához. Kivárnak? Hát ugye itt legalább két dologgal kell számolni. Az egyik az, hogy azért a budapesti pártpreferenciákat ismerik, és láthatóan ezt az ellenzék el tudja rontani saját magának Budapestet, ebbe a Fidesz, ha belenyúlna, akkor akár még össze is nyomná őket, és létrejönne egy véd- és dacszövetség, amit így most nem kell megcsinálni. Tarlós István sem szabad túlságosan fideszesnek megmárkázni, mert neki pont a budapesti Fidesz táboron túlnyúló elérése van, ezzel szokott és tudott nyerni, és a harmadik, az önkormányzati választás után látni fogjuk azt, hogy a következő két választás mentes évben, 20-ban, 21-ben,
a Fidesz az pontosan hogyan tudja centralizálni a hatalmát, tekintve, hogy addigra a hetes cikke szerinti eljárás, meg a néppárti kamukizárási eljárás is véget tud érni. Hát aggodalom adhatok ott az ellenzék számára, hogy nincs ilyen nyílt támadás, tehát van ez a kifejezés, hogy ugye hagyjuk főni a levében a másikat. Én azt gondolom, hogy a Fidesz most ezt csinálja, hogy az ellenzék elintézi tulajdonképpen saját magát. Ez az, amit szerintem nem kellene hagyni, és újra mondom, hogy különösen a fővárosban. Ami a nemzetközi helyzetet illeti, amely természetesen fokozódik, itt a, hát nem tudnék más kifejezést használni, mint a visszasunyogást. Most ugye a Fidesz azt kellett, hogy felmérje, hogy az EP választás eredménye egészen más európai erőviszonyokat alakított ki, mint arra számított, amihez hozzáteszem, azért szerintem nem kellett politikai zsenének lenni, hogy az ember körülbelül erre a helyzetre számítson. Legalábbis már néhány hónappal ezelőtt az látszott, hogy nem fognak Orbán új barátai többségre, vagy akkor befolyásot szert tenni, mint amire ő számított, és hát a legjobb hely az mégiscsak a Néppárt, amit lehet, nem tudom, hatalmi gépezetként ostorozni, na, de a Fidesz pontosan ennek a hatalmi gépezetnek a része akar maradni, és most úgy tűnik, hogy hát ezért igyekszik mindent elkövetni. Hozzáteszem, azért én őszintén remélem, hogy ezek a fantasztikus néppárti bölcsek azért nem csak Orbán Viktor leveléből tájékozódnak. Még a budapesti kivárásra visszatérve, csak tényleg egy mondat, mert lejárt az időnk, az nem lehet, hogy racionális a Fidesz szempontjából, hogyha megvárja, hogy ki lesz az előválasztás győztese. Megvárja a nyári uborka szezont, és akkor majd szeptemberben, amikor már elég nehéz lesz védekezni, és már mindenki figyel a politikára. Kampány lesz azért. Meg azért lássuk azt is, hogy a Fidesz nagyon ügyesen szokta kiszervezni a saját kampányait is. Gondoljunk arra, hogy miközben ő direktben nem nyúl bele dolgokba, de önmagában az, hogy a Fidesztől nem oly távoli vadhajtások nevű csapat, felkészült és intellektuálisan is sokféle eszközzel bíró kapakasza ember. Például angol nyelvtudás. Így van, és ugye bevezeti a budapesti sorkötelezettséget is, szóval, hogy az, hogy ő elindulna, meg ugye Smuk Andor is itt kacérkodott ezzel, az legalábbis azt jelzi, hogy a Fidesznek van köze az, ami az előválasztásban történhet. Köszönöm, hogy eljöttetek. Köszönjük.